A dombovári Szuhai sportcsarnokban 18 önkéntes tűzoltó csapat versengett több kategóriában. A megmérettetésnek komoly hagyományai vannak a tűzoltók körében. Minden évben a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is, illetve országos szinten megrendezése került eddig a tűzoltó sportverseny, ami gyakorlatilag egyfajta hagyományőrzés is, hiszen a tűzoltóink ilyenkor lehetőséget kapnak arra, hogy bebizonyítsák, hogy igazából az önkéntes tűzoltók közül, illetve a hivatásos tűzoltók közül is ebben a versenysportban igazából ki a legjobb, és ennek nagyon nagy csapatösszekovácsoló ereje is van, és én úgy gondolom, hogy azáltal, hogy az önkéntes tűzoltók, hivatásos tűzoltók tudnak is itt egymással találkozni, és ugye az elmúlt két év a Covid időszaka miatt meglehetősen megviselte ezeket a kapcsolatokat, ezért itt most ez egy nagyon jó lehetőség, hogy Dombóváron lehetőséget kaptunk arra, hogy ezt a rendezvényünket meg tudjuk tartani. A nevezési feltételek adottak voltak, hiszen ennek mindig megvan, minden évben megvan a gyakorlatilag ugyanaz a verseny felhívása történő kiírása, és az abban foglalt feltételeknek kell eleget tenni. Itt alapvetően az önkéntes versenyen az önkéntesek mérik össze egymással a tudásukat a különböző ugye versenyszámokban, és alapvetően hát az itteni rendezvényen egyértelműen azok fognak legjobban szerepelni, akik a legjobban fel tudtak készülni a versenyre. A kupa természetesen, illetve hát minden évben aki a legjobban teljesít, az természetesen oklevelet kap, és hát viselheti azt a címet, hogy ebben az évben ő volt a legjobb. A verseny és a felkészülési időszak egy gyakorlási lehetőség is egyben az önkéntes tűzoltók számára. Aki a versenyre felkészül, az ezeket az eszközöket egyre jobban, egyre magasabb szinten megtanulja használni, és ez hozzásegít ahhoz, hogy a beavatkozásoknál hatékonyabb legyen a műveletek végrehajtása. Többfajta versenyszámunk van, az egyes versenyszámoknál adottak a létszámok, ezeket a csapatok rendelkezésére bocsájtottuk, és ők már felkészülés időszakában így készültek. Aki úgy gondolja, hogy tudja támogatni az önkéntes tevékenységet, vagy egy kicsit is kedvet kap ahhoz, hogy önkéntes tűzoltónak álljon, esetleg látogasson ki egy-egy ilyen versenyünkre, rendezvényünkre, és akkor ott, ha tényleg érez magában kedvet ahhoz, hogy ő is csatlakozzon és a mentésekbe belefolyjon, akkor keresse meg az ottani egyesületet, vagy akár hivatásos állományúként is bennünket, és nincs akadálya annak, hogy valakiből tűzoltó váljon most is. A kurdi önkéntes tűzoltó egyesület is fontosnak érezte, hogy a versenyre benevezzenek és visszajelzést kapjanak felkészültségi szintjükről. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy két év után újra eljöhettünk a megyei tűzoltó versenyre. Nem volt egyszerű a felkészülés, pont azért, mert ugye újra össze kellett szednünk magunkat, felszereléseket, egyebeket rendbe tenni. Összesen három csapattal jöttünk. A felnőtt férfi csapat gépjárműfecskendőszerelésben indul, és hoztunk két CTIF ifjúsági csapatot, akik alapvetően az általános iskolából jönnek, 10 és 13 év közötti korosztály, és ők tehát ebben a megmérettetésben, most hallottam éppen, hogy 7 csapattal fogják összemérni a tudásukat. Azóta, mióta nem az iskolában dolgozom, sokkal nehezebb dolgom van, de szerencsére a lányom segít ebben. Most a csapatokat alapvetően ő készítette fel. Nem volt egyszerű, a gyerekek közben cserélődtek, nyilván csak azok maradnak meg, akik igazán belül valahol a tűzoltó szívet beléjük tudjuk ültetni. Szerencsére mai napon 16 gyerekkel jöttünk, tehát ők úgy érzem, hogy talán kis tűzoltók lesznek. Alapvetően az elmúlt évek azt mutatták, hogy az utánpótlásunkat azok adják, akik akár már óvodáskorukban elkezdenek tűzoltózni, hiszen kurdon az elmúlt években a pandémia kivételével foglalkoztunk óvodásokkal is, tehát már ott megpróbáljuk elültetni bennük a tűzoltás alapvető kis csiráit, és általános iskolában ezt folytatjuk. Nagyon bízom benne, hogy tudjuk majd csinálni a szakkört, ahol a gyerekek megismerik a tűzoltás elméletét, meg a diákokhoz mért csinyát, binyát, és ezután tehát nagyon sokan azok, akik régen kis tűzoltók vagy óvodás tűzoltók voltak, most mellettünk oltanak, vagy ha kell a műszaki mentésekben segítenek. Az önkéntes tűzoltókra olyan feladatok vártak a nap folyamán, amikkel a mentések alkalmával is szembe találkozhatnak. A kurdi csapat hölgytagjai a CTIF kategóriában a második, a fiúk a harmadik helyet szerezték meg. Ez egy nemzetközi verseny, felnőtteknek és diákoknak egyaránt
szervezzük, meghatározott versenyszabályzattal, illetve nemzetközi versenyek is vannak ebben az ágban. Például most júliusban Celjében, Szlovéniában lesz az ifjúsági tűzoltó olimpia, és onnan magyar csapatok is részt vesznek ezen a versenyen. Van egy akadálypálya, amin a gyerekeknek végig kell menni, és különböző részükre meghatározott feladatot pontosan kell végrehajtaniuk, illetve egy staféta, szintén ilyen módon történik az értékelése. A nap folyamán a felnőtt és a diák csapatokra ugyanazok a feladatok vártak, a tudást, amivel rendelkezniük kell, a koruk nem befolyásolja. A pontozásnál viszont figyelembe veszik, hogy diák vagy felnőtt csapatról van szó. A gépjármű fecskendő kategóriában a kurd 5-e csapata a harmadik helyen végzett. A vándorserleget a Duna-Szentgyörgy csapata nyerte el a dombovári önkéntes tűzoltó versenyen.